múzeum barokk termében számtalan csoda tárul elénk. A gyönyörű bútorok közül kiemelkedő egy edény szekrény, amely a kor stílusjegyeit magán hordozza, fenyőfából készült diógyökér borítást kapott, és néhány berakást is. Azon kívül nagyon szép bronz veret is látható rajta, a kulcsjuk, pajzs részen, és hát ez az edény szekrény azért is különleges, mert hiszen ez őrzi a Habán kerámiákat, ami Európa egyik nagyon különleges kerámia művészetének jeles példánya. Habának eredete, hogy egy kicsit erről is beszéljünk. A Habának a Haushaben, a házközösség szóból eredeztethető a nevük, mégpedig azért, mert ők egy nagyon szigorúan zárt közösségben, vagyonközösségben éltek, szigorú szabályok vonatkoztak rájuk, mindent közösen végeztek, és nagyon sok titok őrizte az ő tudásukat, hiszen ezzel az életmóddal természetesen azt idéztek elő, hogy jobbára önellátóak kellettek, hogy legyenek, hiszen ők csak munkával és a vallás megélésével foglalkoztak. Első népcsoportjaikat Svájc és Németalföld területén lelték fel, majd a vallási üldöztetés miatt többfelé eljutottak, letelepedtek Horvátországban, Tirolban, Hollandiában találunk erre vonatkozó utalásokat, de eljutottak Magyarországra, Erdélybe, a cári Oroszország, a Krím-félsziget területére is, és a késői leszármazottak pedig egészen Észak-Amerikába is eljutottak, illetve hát a 20. században ott lelhetők föl először tehát a Habánok késői utódai, az amisok, akik középkori nyelvet beszélnek, középkori ruhában járnak és középkori szokások szerint élnek. Időpontban a 16. század elejére tehetjük ennek a népcsoportnak a kialakulását. A Habánok életmódjára jellemző, ahogy említettem, hogy nagyon sok mesterséget űztek, voltak közöttük ácsok, köművesek, bőrösök, akik például Bibliát készítettek, kötöttek bőrbe. Ők építették Magyarországon egyébként az első emeletes házakat, a Fiúri udvarokban pedig orvosok, bábák, patikusok voltak, a Habánok, és hát azért is a Fiúri udvari körökben találkozunk velük először, mert hiszen a Fiúri udvarok azok, akik politikai védettséget nyújtanak számukra, illetve a drágább, költségesebb alapanyagokat tudják beszerezni az ő tevékenységükhöz. A habánmesterekre jellemző volt a magas minőség előállítása, sőt, hogyha valamit elrontottak vagy gyenge minőségűnek találtak, akkor ezt meg is semmisítették. Éppen ezért voltak nagyon kedveltek a főúri udvarokban, és a történetből tudjuk, hogy ők nagyon nagy jelentőséget fektettek az oktatásba, a gyermekek képzésében. Minden gyermeknek tanulnia kellett, beleértve a lányokat is, sőt már 2 éves koruktól kezdve oktatták a gyerekeket. Németül megtanultak írni, olvasni, imádkozni, a hittételeket tanulmányozták, és a tanulmányi befejezése előtt pedig szakoktatásban részesültek. Tulajdonképpen ez egyedülálló a neveléstudomány történetében. A Habán fazekasok a technológiát és a motivum világot az itáliai Faenzában lelték, tanulták meg, és úgy hozták magukkal, illetve a hollandiai Delftből is hoznak magukkal technológiai tudást, amire jellemző ugye a Habán kerámián ez a reneszánsz virágos motívum világ, ami főleg a reneszánsz hímzés mintákban fedezhető fel. A technológiát illetően ezek a Habán kerámiák ómázas, fehér ómázas fajansz edények. A technológiáját a következőképpen tudjuk elképzelni. Korongon készültek az edények, először kaptak aztán egy ónmázat, 900 fokon kiégették az edényeket, ezután került sor a díszítésre, amelyet úgynevezett tűzszínekkel díszítettek.
fémoxidokból álltak ezek a mázak, a kék az kobaltkék volt, a rézzöld, a mangán lila és az okkersárga, a nápolyi sárga szín, amit felfedezhetünk. Tehát amikor a díszítést felvitték a ecsettel, tollal a kerámiára, akkor kapott még egy égetést, ez már 1000 fokon történt, és ekkor nyerték el a színek ezt az átütő és ragyogó színt, és akkor kezdett el csillogni vagy tündökölni tulajdonképpen a kerámia. A Habán kerámia művészet csúcspontja a 17. század elején volt, erre az időszakra datálható. Itt a gyűjteményben őrzünk is ebből az időszakból is tárgyat, egy legrégebbi kerámia tárgy, az 1682-ben keltezett tárgy, ami magán viseli azt az ornamentikát, azt a színes reneszánsz díszítést, ami jellemző a Habán kerámiákra, tehát hogy túlnyomóan a növényi ornamentikával díszítik, a reneszánsz hímzésekről vett motívumvilággal díszítik az edényeket. A többi kerámia az inkább már a késői Habán, a poszthabán időszakából származó tárgy. Kiemelném azt is, hogy néhány tárgyon ón kiegészítést találunk, tehát ez főleg az edény sérülékenysége miatt került erre sor, hogy kiegészítették a talpszélet vagy a szájszélét a korsoknál vagy a kancsóknál, hogy ne sérüljön meg a kerámia. Néhány esetben ónfedelet is kapott, ami egy ilyen csuklópántos, újtámasztásos rögzítéssel vagy nyitási lehetőséggel működött. Egy nagyon szép kiemelkedő kancsó, amit a gyűjtemény őriz, ahol Szűz Mária gyermekkel ábrázolás látható a hármas koronával Szűz Mária fején. Hát ez azt jelenti, hogy a katolikus körökben egy nagyon magas tisztelete a Szűz anyának, tehát mint királynő úgy tiszteli. Több kerámián is előfordul a napraforgós díszítés, ami ugye a keresztény lélek szimbóluma. Ahogy a napraforgó virága, látjuk nyáron is, hogy a nap felé fordul, mindig így a keresztény ember lelke is Isten felé fordul, tehát ezt szimbolizálja gyönyörűen, és ez már ugye a népi kerámiának a hasonlatossága, tehát egyre jobban elnépiesedik ez a Habán kerámia, de láthatunk itt olyan motivumot is, ami még a kék-fehér időszakba tehető. Míg korábban a korai darabokon tiltották az állat és ember ábrázolást a Habának, ez már a későbbi időszakban feloldódott. Erre is találunk itt példát, van egy vadász jelenet, ahol egy vadkant lovagol meg egy kürtöt fújó emberke, illetve találunk olyan korsót, ami az aratás, ez egy bugykos korsó, bugykos kancsó tulajdonképpen, ami az aratás szimbólumait viseli magán, látjuk ott a cséphadarót, a kaszakövet, a kaszát, a sarlót, és még jó néhány eszközt. Van egy kisebb bugykos korsó is, amiben ugye hát értelemszerűen vizet, talán pálinket is tároltak, és hát a nevét is ebből kapta, hogy bugyogva, bugykossan folyik ki belőle a folyadék. Én azt gondolom, hogy érdemes majd megtekinteni élőben is ezeket a kerámiákat, amelyek Közép-Európa szellemiségét és tárgyi kultúráját különös módon megőrizték.